A jegyzőasztal a című sorozatunkban a választásokról beszélgetünk, és azt hiszem, hogy a dolog egyértelmű. Április 3-án lesznek az országgyűlési választások, és egyúttal népszavazás is lesz, tehát talán rögtön előbb ezt tisztázzuk, hogy ez a két alkotmányjogi aktus, ez tulajdonképpen hogy jön össze, vagy hogy különül el. Valóban két elkülönülő, egyébként jogilag elkülönülő választásra kerül sor 3-án. Önmagában a jogintézményeket mindenki ismeri, hiszen a választásokra bizonyos időközönként ritmusosan sor kerül. Ezeknek a bekövetkezte az biztosra vehető. Egy országgyűlésnek, egy képviselőtestületnek a megbízatása lejárta, ehhez kapcsolódik, és a választás aktusa egyébként az elmúlt években nem változott jelentősen. A népszavazásra ritkábban kerül sor, ritkábban találkozunk vele, és az eddigi történetében a rendszerváltást követő magyar demokráciának a népszavazás mindig külön időpontban történt a választástól. A magának a választás lebonyolításának, a előkészületeinek a párhuzamossága mellett nyilván két külön aktusra készülünk valóban. A választópolgárok a szavazókörökben azzal fognak szembesülni, hogy nem csak a szokásos két szavazólapot kapják meg az országgyűlési képviselők választására, egy egyéni jelöltre és egy listára való szavazás céljából, hanem kapnak egy népszavazási szavazólapot is. Tehát ők igazából a szavazólapok számából, minőségéből látják majd a különbséget. Egyébként a lebonyolítás az a szavazókörökben az ő számukra, a választópolgárok számára nem fog jelentősen különbözni. Viszont természetesen ezeknek a választásoknak az eredmény megállapítása, akár a jogorvoslatok menetrendje, illetve magán a jogkövetkezményeknek a figyelembevétele az már megint teljesen önállóan történik. Az országgyűlési választás eredménye az egyéni képviselők megválasztása, illetve a listáról az országgyűlési képviselők vagy a nemzetiségi szószólók megválasztása a maga útján megy tovább a szavazást követően, és a népszavazás eredménye is teljesen függetlenül attól, hogy az országgyűlési választásnak milyen az eredménye, a lebonyolítása, van-e vele szemben jogorvoslati kérelem, ez megint csak önmagában a népszavazást nem érinti, tehát ilyen értelemben pedig elkülönülnek. Az együttes megtartása a választópolgároknak tehát nem okoz különösebb nehézséget, vagy sőt, nyilván könnyebbség az, hogy egy alkalommal kell elfáradni a szavazókörbe. A választásban résztvevők számára, számunkra, választási irodák számára, illetve majd a szavazatszámláló bizottságok számára azért ez egy más szituáció, több a munka és más típusú a munka, tehát a feladatok rendje olykor bonyolultabb, olykor hosszabb időt vesz igénybe, mintha csak országgyűlési választásról, vagy csak népszavazásról lenne szó, de erre megfelelő felkészülés történik, megfelelő oktatást kapnak a szavazásban résztvevők, és vannak olyan kis segédeszközök, segítő eljárásrendbeli változások, kiegészítések is, amik azt elősegítik, hogy ne okozhasson bonyodalmat, ne okozhasson félreértést, vagy valamilyen hibát az, hogy egyszerre történik a két szavazás. Itt a 9-es országgyűlési választási körzetben azok az előkészületek megtörténtek, amelyek a különböző számítástechnikai eszközök tesztelését, az egyéb technikai feltételeket jelentik? Megtörtént minden ilyen előkészület. Az informatikai rendszer, az ehhez kapcsolódó eszközök készen állnak, magukat az eljárásokat is több alkalommal próbáltuk, országos próba is zajlott két alkalommal. Ezek során a választási eredményeknek a rögzítési folyamatát szinte teljes egészében begyakorolják egy imitált eljárással a kollégáink, illetve az ország minden választási irodája és a Nemzeti Választási Iroda felügyeletével ez visszaellenőrzésre is, illetve hát visszajelzésre is kerül, hogy minden rendben történik. Tehát a technikai feltételek rendelkezésre állnak. Ami számunkra a legnagyobb feladatot jelenti, és
talán a legfontosabb előkészület az az, hogy a szavazatszámláló bizottságok megfelelő taggal, megfelelő informáltsággal rendelkezésre álljanak. A kőbányai képviselőtestület már februárban megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait, erről már itt is volt szerencsénk beszélgetni, és a szavazatszámláló bizottsági tagoknak ez a listája folyamatosan egészül ki a jelölő szervezeteknek, jelölteknek a megbízott tagjaival is. Tehát ma azt látjuk, bár természetesen minden nap vannak változások, vannak kiesők, remélhetőleg minél kisebb számban kerül arra sor, hogy valaki nem tudja ellátni a vállalt feladatot, de most azt látjuk, hogy minden szavazó körben biztosított a kötelező, legalább kötelező 3 megválasztott tag és az 5 fős bizottsági létszám, tehát a megbízott tagokkal együtt, még anélkül, hogy külön tagokat lett volna szükséges beosztanom, megvan a működőképes bizottság minden szavazókörben, és amiről még ilyenkor említést szoktunk tenni a szavazatszámláló bizottságok meg a bizottsági tagok száma kapcsán, hogy az átjelentkezéssel szavazók körében, ahol jóval nagyobb a szavazópolgárok száma és a részvételi arány is általában jóval magasabb, mint a többi szavazókörben, itt a kiegészített megnövelt létszámú bizottság és a megnövelt létszámú jegyzőkönyvezetői csapat is rendelkezésre áll, úgyhogy azt gondolom, hogy ami a választás előtti napokban kell, ezeket az előkészületeket megtettük, illetve még tesszük itt ezekben a napokban. Említette az elején, hogy valójában ugye milyen szavazólapokkal találkozik majd az, aki elmegy szavazni. Viszont van egy olyan területe ennek az egész procedúrának, amely az országgyűlésben a nemzetiségi képviseletekhez kapcsolódik. Ez a típusú szavazás ebben a szavazókörzetben hogy zajlik? Az országgyűlési választás körében, ahol ugye 2 típusú szavazólapot kap a választópolgár, az egyik lehet a nemzetiséggel érintett, hiszen minden választópolgár megkapja az egyéni választókerületi jelöltre vonatkozó szavazólapot, ahol itt Kőbányán éppen 7 jelölt közül választhatja ki a képviselőjét, és a másik szavazólap, amit az országgyűlési választás körében a választópolgár kap, az vagy egy pártlista, vagy pedig egy nemzetiségi lista. Tehát az a választópolgár, aki regisztrálta magát a nemzetiségi választás tekintetében erre az országgyűlési választásra, az nem pártlistás szavazólapot kap az egyéni szavazólapja mellé, hanem egy nemzetiségi listás szavazólapot, ahol nem pártok szerepelnek a felsorolásban, hanem a nemzetisége tekintetében listát állító jelölő szervezeteknek a neve, és ezek közül kell a választópolgárnak egyet választani, ugyanúgy, ahogy egyébként a pártlistáról egy pártot kell választani a választópolgárnak. Ebből tehát az egyiket kapja a választópolgár, aki a nemzetiségi listás választáson vesz részt, az pártlistást nem kap. Ezzel kapcsolatban fontos azt megjegyezni, hogy tudják a választópolgárok, aki már vett részt szavazáson, hogy a névjegyzéknek a kezelése, tehát a szavazókörbe történő megérkezése után, a személyazonosság igazolása, a személyazonosítónak és a lakcímnek az igazolása után a névjegyzéknek az aláírása következik. Ez a névjegyzék, ez nagyon jól segíti, egyrészt a választópolgárt is közvetlenül tájékoztatja arról, hogy amit aláír, olyan választáson vesz részt. Itt ugye minden választópolgárnál majd nagyon kevés kivétel van, ezekre nem térnék ki, de 2 választáson vehet részt a választópolgár. Ennél fogva a névjegyzékben 2 helyen is kell aláírnia. Egy helyen az országos népszavazásnál, és egy helyen az országgyűlési választásnál, abban az oszlopában a névjegyzéknek, ami rá vonatkozik, és itt tetten érhető majd mindjárt a választópolgár által, hogy ő egyéni és pártlistás szavazólapot fog-e kapni, akkor abban az oszlopában lesz az ő aláírás helye, és ott tud aláírni a névjegyzékben. Ha nemzetiségi listás választáson vesz részt, akkor pedig egyéni és nemzetiségi a megnevezése az ő oszlopának. És nagyon fontos információ ez a szavazatszámláló bizottsági tagoknak és a jegyzőkönyvezetőnek is, hiszen ahol a választópolgár alá tud írni és aláír, olyan szavazólapot kaphat. Ha ő
a népszavazásnál aláírja a névjegyzéket, akkor lebélyegezhető és átadható számára a népszavazás szavazólapja, és ha aláírja az egyéni és pártlistás, vagy az egyéni és nemzetiségi listás aláírás helyett a névjegyzékben, ahol nála ez szerepel, akkor pedig ezt a két szavazólapot is megkapja lebélyegzettem. A választópolgár egyébként dönthet úgy, hogy csak az egyik vagy a másik választáson vesz részt. Gondolhatja úgy, hogy valamelyiken ő nem szeretne részt venni, akkor a névjegyzékben ezt a rubrikát nem kell aláírnia, és akkor természetesen nem is fogja megkapni a szavazólapot. Tehát a névjegyzék az ilyen formán az első pillanatban eligazítja a választópolgárt is a tekintetben, hogy melyik választáson vesz részt és milyen szavazólapot kap, és természetesen csak ezt szabad követnie, és ezt kell követni a szavazatszámláló bizottsági tagnak is. Ugye minden ilyen nagy jelentőségi választásnál ott van az a lehetőség, hogy meghatározott külső ellenőrzés történjen, tehát a választások tisztaságát illetően valakik beletekintsenek a folyamatba, és megnézzék-e, hogy minden rendben van. Kik és mibe tekinthetnek bele? A választási megfigyelők, akik ilyenként regisztrált módon részt vesznek a választási eljárásnak a nyomon követésében, ők a legszélesebb körben megfigyelhetik és ellenőrizhetik a választásnak a menetét. Tehát a szavazókörben például reggeltől estig már a szavazás előtt, a szavazás közben, és még a szavazatszámlálás időtartama alatt is jelen lehetnek a szavazókörben, illetve megtekinthetik választási iratokat, nyomon követhetik, ellenőrizhetik a munkának a menetét, anélkül persze, hogy a munkát akadályoznák. Én is találkoztam az elmúlt héten nemzetközi megfigyelő szervezetnek a képviselőivel, akik különböző kérdésekkel tájékozottak arról, hogy Kőbányán hogyan alakul a felkészülés, illetve jelezték, hogy esetleg valamely oktatási alkalommal, illetve majd a választás napján is megjelennének különböző helyszíneken, és ott megfigyelik a történéseket. Elképzelhető az ő jelenlétüket, a választópolgárok akár észre sem veszik, hiszen ők elvegyülnek a szavazókörnek a szavazókörben jelenlévők között. A szavazatszámláló bizottságok természetesen meg kell, hogy győződjenek arról, hogy ki érkezik a szavazókörbe ilyen célból, hiszen egyébként a szavazókörben, a szavazatszámláló bizottságon, a jegyzőkönyvezetőn, a megfigyelőn és a választópolgáron, az éppen szavazásra készülő vagy szavazó választópolgáron kívül és a sajtóképviselőjén kívül más nem tartózkodhat, tehát ott a szavazatszámláló bizottságnak nyomon kell követnie, hogy ki van jelen és mit csinál a szavazókörben. Így módon mindenki tudja azt, hogy ilyenkor hogyan kell segíteni a megfigyelő munkáját. Mi is természetesen várjuk, hogyha érdeklődés van, megjelennek a megfigyelők, akkor mind a szavazókörökben, mind akár a választási irodáinknak a központjában is segítjük az ő munkájukat. Végezetül pedig inkább csak egy becslésre kérem. Nyilván nem lehet pontosan tudni, hogy mikorra lesz eredmény, de mondjuk a korábbi gyakorlatból kiindulva mi várható, hogy nagyjából egészéből mikorra rajzolódik ki a választás, illetve a népszavazás eredménye? Nagyon nehéz ezt megbecsülni, azt biztosan mondhatjuk, hogy a szavazatszámlálásnak az időtartama az most hosszabb lesz, mint amit egyébként az országgyűlési képviselőválasztáson megszoktunk, hiszen eleve a szokásos két szavazólap helyett hármat kell megszámolni, és a népszavazási szavazatoknak a megszámlálása az egy bonyolultabb, összetettebb feladat lesz majd a szavazatszámláló bizottságoknak, mint az egyéni, illetve a listás szavazólapok, hiszen ott a bélyegző lenyomat nélkül, illetve az érvénytelen szavazólapok szétválasztása után nagyon egyszerű külön kis kupacokba tenni a különböző jelöltekre vagy listákra leadott szavazatokat, és ezeket utána egyenként meg lehet számolni. A népszavazásnál ezt ilyen egyszerűen nem lehet megtenni, hiszen a négy kérdés egy szavazólapon van. Ezért ezeket nem tudjuk igen, nem vagy érvénytelen kupacba helyezni, hanem ezt a négy kérdés vonatkozásában külön-külön kell megtenni a szavazatszámláló bizottságnak. Itt van az egyik olyan
kettes eszköz, amelyet említettem, hogy segíti ezt a közös lebonyolítást, egy olyan számláló táblázat összesítést kapnak a szavazatszámláló bizottságok, amin a vegyesen, tehát az igeneket, nemeket, érvénytelen szavazatokat vegyesen tartalmazó népszavazási szavazólapokat is viszonylag gyorsan tudják összesíteni, és nem kell nagyon sokszor külön tenni és újra átszámolni őket. Összességében szólva, tehát ha azt mondjuk mindig vannak nagyon gyorsak, és mindig vannak kicsit lassabbak, ahol többször kell számolni, vagy valamilyen probléma miatt elhúzódik a szavazás, de ha azt mondjuk, hogy mondjuk egy két-három órás időtartamon belül mindenki szokott végezni és beérkezik a központba, biztos, hogy ezt egy-két órával most ezt az átlagot meg kell tolnanunk, és ugyan az előzetes eredmények folyamatosan érkeznek, tehát az internetes előzetes közzététel, ha folyamatosan fogja láttatni majd a szavazatszámlálásnak az előre haladását, de a 100%-os feldolgozottságot ez az előzetes jelzés, ez véletlenül lassabban fogja elérni, vagy a 100% közeli feldolgozottságot, mint egyébként szokta. Optimisták vagyunk, tehát igyekszünk nagyon alaposan felkészíteni a jegyzőkönyvvezetőinket és szavazatszámláló bizottsági tagjainkat olyan gyakorlati feladatmegoldással is, amivel valamiféle rutint szerezhetnek a számlálásnak ebben az ismeretlenebb vagy újabb típusú formájában is, úgyhogy én azért bízom benne, hogy nagy fennakadás nem lesz, és ezért nem sok órás meghosszabbodással számolhatunk. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm én is.